Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Speed Marathon. Több mint 50 Tolna megyei helyszínen vadászik gyorshajtókra a rendőrség. Szuperhős, sport, színjátszó. Új nyári napközistáborok indulnak Szekszárdon. Fejlesztés. Biztonságosabb és csendesebb lesz a bátaszéki játszótér. Katasztrófa védelmi verseny. Az iskolások újfajta tudáshoz jutnak. A Tolna Táj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 50 Tolna megyei helyszínen vadászik a gyorshajtókra a rendőrség csütörtök reggelig. A Speed Marathon nevű országos közlekedésbiztonsági akció során minden alkalommal országosan több ezer esetben kell a rendőrségnek bírságot kiszabnia. Ebben a töltsetben kéne pár centiméterre a sipolás végéig. Alkoholt nem fogyasztott, viszont a megengedett 50 km/h sebességnél gyorsabban hajtott ez a sofőr. Egy innen néhány száz méterre parkoló rendőrautóból mérte be egy másik járőr, ő szólt a kollégájának, hogy állítsák meg. Több mint 150-nel ment ez a sofőr, 90 ezer forintos bírságot kapott. Az országos Speed Marathon nevű közlekedésbiztonsági akció során a rendőrség 24 órán keresztül folyamatosan több mint 1500 trafipaxal vadászik a gyorshajtókra. Tolna megyében több mint 50 helyszínen mérik az autósok sebességét. A mobil készülékekből van 6 darab, ami egy nem sebességi mérő műszer, ez egy komplex közlekedési ellenőrzési pontnak tekinthető, hiszen rengeteg funkció van még ezen kívül, ez csak egy szelete. Illetve van egy fáma lézer, ami kimondottan egyébként a mozgás közbeni szabálysértések, gyorshajtás előzni tilos szabálynak be nem tartása, stb. Miatt van üzemben. Az autósok is tehettek javaslatokat, hogy hol mérjenek a rendőrök. Tolna megyéből 24 ilyen javaslat érkezett. A megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője azt mondja, az idei év baleseti statisztikái eddig kifejezetten jól alakulnak. A halálos balesetek száma az 67%-kal csökkent, a súlyos sérülés balesetek száma 24%-kal csökkent, a könnyű sérülés balesetek száma emelkedett egyébként 27%-kal, de azt gondolom, hogy a csökkenésből ugye átfordult, tehát maga struktúrájára változott meg a sérülések fokának. A Speed Marathon eredményeit csütörtökön összegzi a rendőrség, de a korábbi évek tapasztalatai alapján ilyenkor több ezer bírságot szoktak kiszabni. 9 forinttal emelte a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A benzin literenkénti átlagára így 386 forintra, a gázolajé 394 forintra nőtt. A benzin ára legutóbb pénteken emelkedett 6 forinttal, a gázolajé pedig ugyanakkor 2 forinttal. Tehát egy hét alatt 15 forinttal drágult csak a benzin. Ilyen nagymértékű drágulásra utoljára 2017. szeptemberében volt példa. Partner találkozó keretében díjazta azokat az ügyfeleit az Erste Bank, akik legalább 2 évtizede az üzleti partnerei. A találkozón elhangzott, a kis- és középvállalkozások a jövőben is meghatározói lesznek a gazdasági fejlődésnek, és munkájukat a bank előnyös hitelezési konstrukcióval segíti. Darabszámot tekintve a produktív vállalkozásoknak több mint 90%-a a KKV-szektorban képviselteti magát, foglalkoztatottaknak több mint 50%-a KKV cégek alkalmazásával áll, és a GDP 25%-át termeli ez a szektor. Nem véletlen, hogy az Erste Bank kiemelt figyelmet fordít az ebben a szektorban működő vállalkozásokra, különösképpen azokra, melyek több évtizede partnerei a pénzintézetnek. Őket jutalmazta a partner találkozón, ahol az is elhangzott, több mint 450 olyan üzletfelet tartanak nyilván, akiknek legalább 2 évtizedes kapcsolata van a bankkal. Én azt gondolom, hogy az üzletnek a két alapja az egy jó gazdasági eredmény és egy nagyfokú bizalom. Erre építheti a bank a hosszú távú stratégiáját. Mindenképpen fontos, és nagyon a bírálatoknál, döntéseinél nagyon figyelembe vesszük azt, hogy kinek milyen tradíciói vannak a banknál, milyen volt a korábbi kapcsolatrendszerünk, ez egy előnyt jelent. Tigelman Gábor arról is szólt, a tavalyi esztendőben a térségben működő KKV-k hitelállománya 8%-kal, országosan 12%-kal gyarapodott.
Az idei esztendőben 6 vállalkozás képviselője vehette át a bank ajándékát az együttműködésért. Nyilvánvalóan a pénzügyi feltételeket biztosítani kell mind a két fél részéről, mind a banknak, mind a vállalkozónak, teljesíteni kell az által vállaltakat. Emellett a személyes háttér nyilván szintén egy plusz rendkívül fontos tényező, ami megkönnyítheti és megerősítheti az együttműködést. Szerdahelyi Róbert a kis- és középvállalkozások területének banki igazgatója úgy véli, a gazdasági növekedés gerincét továbbra is a KKV-k adják majd. Az természetesen kérdés, hogy melyik régióban, melyik országrészben, melyik az az ágazat, ami kiemelkedően fog tudni teljesíteni. Értelemszerűen ott, ahol jelenleg is beszélgetünk, Szekszárdon, de Dél-Magyarországon mi az agráriumot, az élelmiszeripart, a feldolgozóipart látjuk annyira potensnek, hogy a húzó ágazat szerepét be tudják tölteni. Természetesen az országnak vannak olyan részei, ahol inkább az ipari termelés, a fémipari, műanyagipari feldolgozása a fő ágazat. A Magyar Nemzeti Bank megközelítően 1000 milliárd forintot biztosít a bankszférának a hatékonyabb gazdálkodás és a munkaerő problémák kezelését szolgáló hitelek kibocsátására. Az Erste egy fix 2,5%-os kamatozású beruházási hitelt kínál a szektornak, melyben a pályázók akár 1 milliárd forinthoz is hozzájuthatnak. Május 20-ától újraindul a konvektor csereprogram, amire több mint 2 milliárd forintot fordít a kormány, jelentette be az Információs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy építőipari szakkiállításon. Az idei évtől kezdve a meglévő készülékek cseréje mellett már a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is fordítható a pályázaton nyert összeg. A támogatás maximális értéke a költségek 60%-a lehet, ami akár a 750 ezer forintot is elérheti. Mostantól nem kell majd szabálytalanul kikerülni azt a sorompót, ami a szekszárdi Csengei Dénes utca és a Viola utca kereszteződésében akadályozza a kihajtást, ugyanis a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az utcában lakók kérésének eleget téve megnyitja az utcát, de úgy, hogy kiraknak oda egy jelzőtáblát, ami csak az utcában lakók behajtását teszi lehetővé. Az ülésen szó volt arról is, hogy 1 millió forint körüli összeget költ Szekszárd évente azoknak a temetésére, akiknek a családja nem tudja finanszírozni a halott elföldelését. Tavaly 48 köztemetés volt a Tolnai megyeszékhelyen, ám közülük 20-an nem a város szülöttei voltak, ezért az illető lakóhelye szerinti önkormányzat vállalta át a költségeket. Szekszárd Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága most döntött arról, hogy melyik szolgáltató végezze a köztemetéseket 2019-ben. Idén a jobb ajánlatot tevő Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel kötnek szerződést. Minden évben kiírásra kerül a köztemetésnek a pályázata, mert ugye van egy fenntartó, illetve üzemeltető pontosabban a temetőnek, és általában 2-3 olyan temetkezési cég van, akik között ezt meghívásosan meghirdetjük. Ezek azok a köztemetések, ahol a család nem tudja a temetést finanszírozni, és a város költségterhére történik, és ezért hirdetjük meg, és hát nyilván a legalacsonyabb ajánlat tévő nyeri el. Betört egy házba, megitta az ott tárolt bort, majd elaludt egy kölkedi nő bugyiszlón. A betörőt a ház tulajdonosa vette észre, amint az előszobában található kanapén feküdt. Ő értesítette a rendőröket is, akiknek nem volt nehéz elkapniuk az ittas nőt. A betörő ellen lopás miatt indítottak eljárást. 6 fajta nyári napközis tábort szervez idén a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Lehet majd sport, alkotó vagy színjátszó tábor közül választani, de lesz szuperhős vagy éppen hercegnő tábor is, ahol a kicsik kedvenc mesehősük bőrébe bújhatnak. A város azért döntött a táborok indítása mellett, mert a szülők részéről nagy igény mutatkozott ilyen nyári programokra. Kulcsőrökére, álljatok ide egymás felé, sorba az oszloptól van az indulás! A táborozó gyerekek egyik fele a medencében úszott, a többiek a röplabdapályán ütötték a labdát ezen a 2 évvel ezelőtti felvételen. Több százan jelentkeztek a lovaglást, kajakenuzást, atlétizálást is magába foglaló strandtáborra, aminek az volt a célja, hogy játékosan ismerkedjenek meg a gyerekek a különböző sportágakkal. Ilyen jellegű sportágválasztó tábor idén is lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében, jelentette be Ács Ezső Szekszárd polgármestere. Folyamatos igény volt egyébként a szekszári családok részéről, hogy ilyen táborokat, vagy hasonló táborokat szervezünk. Egyébként példaként mondanám, hogy a Babits Kulturális Központ mellett a Sportközpont Nonprofit Kft.-nk is szervez most már évekre visszanyúlóan táborokat, és nagyon sikeresek. Minden évben többen jelentkeznek, úgyhogy ezt a kört szerettük volna bővíteni.
A sportág választó táborokon kívül 5 másik tábort is szerveznek a Babicsban. Lesz olyan, amelyik a különböző mesterségekkel ismerteti meg a gyerekeket, és mézes kalácsot is készíthetnek majd. Még egy másik táborban hercegnővé, vagy éppen szuperhőssé válhatnak a kicsik. A diákok a Grimaszka táborban pedig különböző szerepekbe bújhatnak majd bele. A táborok tematikáját összeállító Rigó Boglárka azt mondja, a sport és az alkotó tábornál mozi matiné vetítéssel és gemenci kirándulásai is kiegészítik a programokat. Ki is fogunk menni, lesznek a Prometheus Parkban is, lesz gemenci kirándulásunk is, ami nagyon jó lesz, ezek egynapos kirándulások lesznek. Ugye ezt azért nem sikerült mindegyik táborba beleilleszteni, próbáltuk úgy összeállítani, ahogy a tematika engedi. A nyári napközis táborok reggel 8 és délután 4 között kínálnak programokat a fiatalok számára. Egy gyerek egy heti tábora 25 ezer forintba kerül, az ár tartalmazza a napi 3-szori étkezést. Zsikó Zoltán, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója azt mondja, 2019-től még több programmal, még több szolgáltatással készülnek a családok számára. Babics Kulturális Központ programkínálata folyamatosan bővül, a szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük. Ezek a táborok szerintem egy nagyon szép újítása a tevékenységünknek, de ehhez kapcsolódik, és a családokhoz és a gyermekekhez kapcsolódik mindenképpen a születésnapi partik szervezése, a névnapi partik szervezése és ballagások szervezése. A Babics Mihály Kulturális Központ tereit folyamatosan megtöltik a különböző programok révén. A húsvéti játszóház lesz a következő, amikor ismét lehet majd keresni a tojásokat a Prometheus Parkban. A 2020-2021-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a köznevelésben és a szakképzésben, mondta az oktatási államtitkár. Ezzel befejeződik a 2013-14-es tanévben indult folyamat, amellyel felmenő rendszerben vezették be az ingyenes tankönyvellátást. Az oktatási államtitkár az intézkedés céljaként jelölte meg, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak minden diák számára. Fontosnak nevezte azt is, hogy minőségi tankönyveket tudjanak a tanulóknak adni. Az ingyenes tankönyvellátásra eddig több mint 12 milliárd forintot fordítottak évente, ami tovább bővül. Új sporteszközök és az európai szabványoknak megfelelő ütésvédelem is épül a bátaszékiek által előszeretettel használt játszótéren. A fejlesztések a lakók igényeit is figyelembe veszik, ezért zajfogó hálók kerülnek a sportpályák kapui mögé. B-típusú sportpark tud megvalósulni itt a Bézikhem játszótéren. Bátaszék legnagyobb játszóterének szolgáltatásai ezzel tovább bővülhetnek. A 70 négyzetméteres területen 10 sporteszközt helyeznek majd el, várhatóan még a tavasz folyamán. Ezzel együtt tovább folytatódik a játszótér játékainak biztonságosabbá tétele is, mondta Bozsadik Robert. A tavalyi esztendőben kezdtük meg az ütéscsillapító szigeteknek a cseréjét. Ennek megfelelően 2 játék alatt tudtuk kiváltani a homokos ütéscsillapítást egy gumiszigetes ütéscsillapítása. Ezt ebben az esztendőben is folytatni kívánjuk. Egy, maximum 2 játék alatt próbáljuk ezt a lehetőséget biztosítani, hiszen ebben az esztendőben mint egy 1,5 millió forint áll rendelkezésre a játszóterek karbantartására, felújítására. Ezzel párhuzamosan a játszótéren lévő sportpályák felújítására is sor kerül. És a lakók kérdésének megfelelően a kapuk mögött labdafogó hálók is lesznek a zajcsökkentés érdekében. A játszótér több funkciót is ellát, hiszen itt rendezik a Városi Gyereknapot és a nyárzáró programot is. A tervek szerint a többi játék alatt is rövidesen kiváltják a homokos ütéscsillapítást a korszerűbb és Európai Uniós elvárásoknak megfelelő gumiborítástra. Megyei döntőn mérték össze katasztrófavédelmi ismereteiket azok az iskolások, akik a legjobbnak bizonyultak saját körzetükben. A katasztrófavédelem Tolna megyei igazgatósága évek óta szervez vetélkedőt az iskolák között, amire minden esztendőben nagy az érdeklődés. 3. A paksi energetikai szakgimnazisták készítik a nyugátat a katasztrófavédelmi igazgatóság által kiírt verseny megyei döntőikben. Ők visszatérő vendégek a viadalon, azt is átélték már, milyen az országos versenyen részt venni. A versenyszellem, a motiváció, az első motiváció a versenyszellem, és természetesen az, hogy minél szebb és minél jobb eredmények érjenek el a gyerekek. Több mint egy évtizedes múltja van a vetélkedésnek, ahol a térségi versenyek győztesei küzdhetnek az országos indulásért. 6 csapat mutathatta meg képességeit Pörbölyön. A versenyek hasonlóan épülnek föl, tehát a kirendeltségi, a megye, illetve az országos fordulókon is egymáshoz hasonló feladatokat kell végrehajtaniuk a versenyzőknek.
A felkészítő tanárok elmondása szerint az egész sorozatot nagyon élvezik a gyerekek. Ez egy új fajta dolog, amivel eddig nem találkoztak, és új helyzetekbe is fel tudják találni ezáltal magukat. Hogyha olyan helyzet alakul, akkor biztosan kamatoztatni tudja az ember, hogy amit itt tanul, vagy előtte tanul. Az általános iskolások között a paksiak, míg a középiskolásoknál a Gyöngyi Gimnázium diadalmaskodott, és képviselheti Tolna megyét az országos viadalon. Regionális híreink következnek. Hónapok óta tartó aszály. Milliárdos károkkal számolnak a somogyi gazdák. Támogatják a munkahelyteremtést. 5 milliárdra pályázhatnak a hazai vállalkozók. Ismét kávéra és süteményre hívták a pécsieket. Idén az Euraquilo alapítványa kedvezményezett. Milliárdos károkkal számolnak a somogyi gazdák a november óta tartó aszályos időjárás miatt. A hónapok óta tartó csapadékmentes időjárást elsősorban az őszi vetések sínylették meg, de most arra a talaj annyira kiszáradt, hogy veszélybe kerülhetnek a tavaszi vetések is. Ha marad a száraz idő, akár 50-60%-os terméskiesés is lehet. A gazdálkodók szerint az öntözés lehet hosszú távon az egyetlen megoldás. Ez azonban központi támogatás nélkül nem megvalósítható. Ott a buzaszem, benne, lássátok, Tomi. Igen. És megpróbált ezt csírozni, de annyira száraz, hogy nem tudott úgy kijönni, milyen kellett volna. Amelyik pedig kikelt, a szárazság miatt nem tudott elbokrosodni. Ezeken a búzatáblákon is jól látszik, hogy helyenként szinte egyáltalán nem fejlődött ki a növény, vagy csak nagyon gyérem. Tavaly november óta körülbelül 100-150 mm eső hiányzik a földekről, állítják a somogyi gazdák. Ha lenne egy nagyon rövid időn belül, hogy amit mondanak, pénteken lesz talán egy csapadék érkezik ide, az még segítene biztos ezen a búzatáblán, de azt már nem tudja bepótolni, mintha ez a 150 mm leesett volna az ősztől idáig, akkor ez a buzatábla, ez már be van borítva, a buzával ki van a bokrosodva. Ha viszont napokon belül nem jön csapadék, az őszi vetéseknek akár több, mint a fele is oda lehet. Sőt, veszélybe kerülnek a tavasziak is, hiszen már megkezdték a kukorica vetését is. Ha marad a szárazság, akkor viszont az sem fog kikelni. A somogyi gazdák kára jelenleg már elérte összességében az 5-6 milliárd forintot, de ha nem változik gyorsan a helyzet, ez akár 10 milliárd forint is lehet. Ezt már Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke mondja, aki szerint hosszú távon az öntözés lehet a megnyugtató megoldás. Az öntözési rendszerek kiépítése sürgető, ebben is történtek kormányzati intézkedések. Most jelenleg, hát első lépésben 10 éven át évi 17 milliárd forint áll rendelkezésre. Azok a gazdák, akik jelenleg is tudnak öntözni, a belügyminisztérium döntése alapján az aszály miatt ezt most ingyen tehetik meg. Az Agrártárca ugyanakkor kibővítette a korábbi öntözési időszakot egy-egy hónappal, megtoldva a kezdetét és a végét, így ez most márciustól októberig tart. 5 milliárd forintból ismét pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A március végén indult pályázat révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon a minisztérium szerint. Baranyában a kormányhivatalon keresztül juthatnak ehhez a forráshoz a vállalkozások. Új munkahelyek létrehozását támogatja a kormány. 5 milliárd forintra pályázhatnak most a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásaikkal. A kormányhivatalokon keresztül juthatnak ehhez a forráshoz a vállalkozások, úgy, mint az elmúlt 3 évben, mondja a kormány megbízott. Az idei program semmi újdonságot nem tartalmaz, folytatódik az a rendszer, ami az elmúlt években sikeres volt. A keretösszege éves szinten 5 milliárd két alkalommal, egy április 22-i és egy szeptember közepei beadási határidővel tudnak a vállalkozások pályázni. Új munkahelyet kell teremteni, ezt a munkahelyet meg kell őrizni 2 évig. Viszont itt a többi projektünkkel ellentétben nem bértámogatást adunk, nem képzési hozzájárulást adunk, hanem a vállalkozások beruházásra, eszközre, infrastruktúra fejlesztésre tudják fordítani ezt a megnyert pénzt.
Tavaly 200 millió forinthoz jutottak így hozzá a vállalkozások Baranya megyében. Ebből 100 új munkahely jött létre. Az alaptámogatás mértéke új munkahelyenként 1,7 millió forint. A pályázat kiemelten kezeli a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévőket. A pályázók ugyanis kiegészítő támogatást is kaphatnak, amennyiben kiközvetített álláskeresőt, közfoglalkoztatottat vagy hatodik életévét be nem töltött gyermeket nevelő nőt foglalkoztatnak. Így akár 3,6 millió forint támogatást is kaphatnak egy új munkahely után. Ismét kávéval és süteménnyel várják két napon keresztül a pécsieket a Charity Coffee szervezői a PTE AOK aulájában. Ezúttal az Euraquilo gyermekonkológiai és gyermekhospice közhasznú alapítvány javára gyűjtenek a fiatalok. A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika Onkohematológiai Osztálya a 7 Magyarországi Gyermekonkológiai Centrum egyike, ahol évente 30-40 újonnan diagnosztizált rosszindulatú daganatos, illetve leukémiás gyermeket kezelnek. Az Euraquilo Alapítvány ezt a munkát segíti eszközbeszerzéssel, személyi és tárgyi feltételek javításával, valamint élményprogramokkal. A Charity Coffee elnevezésű rendezvény bevételét idén ez az alapítvány kapja. Nagyon örülünk az ilyen megkereséseknek, hiszen így önmagunkat tudjuk meghosszabbítani, úgymond megsokszorozni, úgyhogy nagyon örültünk, hogy a kollégán keresztül eljutottak hozzánk, és hát teljes szélességgel mi is beleálltunk, és amit tudtunk, azt beletettük a rendezvénybe. A Charity Coffee egy baráti beszélgetéssel indult, ami 4 év alatt nagyszabású jótékonysági akcióvá nőtte ki magát. Tavaly több mint 400 ezer forint volt a bevétel 2 nap alatt. A rendezvényt 2 pécsi kávézó segíti. Többen is a csapatból dolgoztunk az egyetem mellett specialty kávézóban itt Pécset, és gondoltuk, megpróbáljuk. És az egyetemen nagy támogatottságot kaptunk, mind a hallgatóktól, mind az itt dolgozók részéről is. Úgyhogy mi úgy veszük észre a bevételek alapján, hogy évről évre népszerűbb és úgymond visszatérő vendégeink vannak, aminek nagyon örülünk. És aminek még különösképpen örülünk, hogy ahogy szoktam mondani, hogy mi eszköz vagyunk a segítők kezében. A szervezők elérték, hogy egyre többen tudnak az akcióról, és van olyan is, aki többször is ellátogat az orvosi kar aulájába a rendezvény 2 napja alatt. Szerintem az egész egy ilyen kicsit ilyen közösségkovácsoló hatás van, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk az egyetemről is, a hallgatóktól is, hogy nagyon finom a kávé, és igazából az a lényeg, hogy együtt segítünk. A jótékonysági akcióhoz szerdán még bárki csatlakozhat, aki szereti a jó kávét, és szeretne segíteni a daganatos és leukémiás gyerekeket és családjukat támogató szervezetnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal baranyai munkatársai az M60-as úton egy kamiont állítottak meg, amelynek egy rendszám eltüntető szerkezet biztosította az útdíjmentességet. A sofőr megmutatta, hogy a vezetőfülkében egy gomb segítségével a rendszám vízszintesen lehajtható, majd vissza az eredeti állapotba. A pénzügyőrök az egyedi azonosítójel megváltoztatása miatt feljelentést tettek a rendőrségen. Egy szempillantás alatt lehajtotta a kamion rendszámát egy sofőr az M60-as úton. A csaló így akarta megúszni az UD kifizetését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai azonban a helyszínen tartózkodtak, amikor a jármű áthaladt egy ellenőrző kapu alatt. A hivatal munkatársai az M60-as úton állítottak meg egy kamiont, amely rendszám nélkül haladt át az UD kapu alatt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a vezetőfülkéből egy gomb segítségével lehetett a rendszámtáblát lehajtani, illetve visszahajtani eredeti állapotába. A pénzügyőrök az egyedi azonosítójel megváltoztatása miatt tettek feljelentést a rendőrségen. A büntető törvénykönyv szerint 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőt. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Speed Marathon. Több mint 50 Tolna megyei helyszínen vadászik gyorshajtókra a rendőrség. Szuperhős, sport, színjátszó, új nyári napközis táborok indulnak Szekszárdon. Fejlesztés, biztonságosabb és csendesebb lesz a bátaszéki játszótér. Katasztrófa védelmi verseny, az iskolások újfajta tudáshoz jutnak. Csütörtökön tovább élénkül a délkeleti szél. Változóan napos, gomoly felhős időben ismét lesz esélye kisebb záporok előfordulásának. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!